Ez az előadás egy házilag kivitelezett Stirling motorról készült. A Stirling motor más néven hőlégmotor, egy külső hőbevezetési hőerőgép. Az autó és dízel motorokkal szemben a motor hőforrása nem a hengerekben elégő üzemanyag, hanem a motoron kívül elhelyezkedő hőforrás, ez esetben borsaszégő. Ez a fajta hőátadási folyamat lehetővé teszi, hogy az összes hőerőgép közül a legjobb hatásfokot nyújtsa. A projekthez az ötletet Dr. Bakárpár egyetemi docens úrtól kaptam gépészmérnöki alapismeretek órán. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen módon tudom majd kivitelezni a feladatot otthoni körülmények között, ezért azonnal hozzá is fogtam a projekt elkészítéséhez. A motor alapja és a hengerek. A motor alapjához a régi fém építőelemeket használtam fel. A hengerhez pedig egy 160 mm hosszú kémcsövet, melyet megjelöltem a felénél, és köszörűgéppel addig csiszoltam, míg ketté nem tudtam választani. Természetesen az élesebb végeket ugyanúgy lecsiszoltam. Hengerek és dugattyúk. A dugattyú hossza 22 mm volt. Ahogy a képen is látható, lecsiszoltam a dugattyú végét, majd egy 1,2 mm átmérőjű króm avihegesztő pálcát hajtottam meg úgy, hogy később el tudja a végében helyezni. Ezt két komponensű ragasztóval rögzítettem később. Másik dugattyúhoz elég volt ugyanúgy egy 22 mm hosszú műanyag, melyhez még pluszba felhasználtam 3 réteg zsugorcsövet és egy 10 ml-es fecskendőt. Az elkészült dugattyút csiszoló papírral később méretre kellett csiszolni, hogy könnyedén tudjon mozogni a hengerében, melyet a 10 ml-es fecskendő végéből az egyik fél kémcsőből meg pillanatragasztóból készítettem. Állványok készítése a hengerekhez. Az állványokat hilti szalagból készítettem el. Felhasználása során csörös fogóval formáztam megfelelő alakra. Majd egy kisebb fémépítőelemet rögzítettem az állványhoz, és ezt 4-es fúrószárra kifúrtam, majd 12-es hűjesztő fúróval ugyanúgy megfúrtam, hogy könnyedén tudjam majd rögzíteni az előzőleg elkészített állványom alapon. Csapágyazás és állvány a lendítő kerekekhez. Itt láthatók a csapágyház méretei. A csapágyház elkészítéséhez egy 15,5 mm-es fúrószárat és egy 16-os kézi dörzsárt használtam. A csapágyak, melyeknek méretei külső átmérő 16 mm, belső átmérő 5 mm, szélessége 5 mm. Ugyan képen is látható, a két csapágy közé egy 4 mm-es hézagoló került, melynek furata 5 mm, vastagsága 4 mm, külső átmérő 8 mm. Emellett felhasználtam egy M5-ös menetszárat, két darab M5-ös anyát és két darab 5-ös sima alátétet. Összeszerelés után ezt belenyomattam a műanyag házba, majd pillanatragasztóval rögzítettem. Tehát elkészítése a motor és a borszaszégőhöz. Itt látható, ahogyan megjelöltem a borszaszégő helyét a deszkán. A 225x145 mm-es deszkán 25-ös és 18-as erdészfúrót használtam. A borszaszégő helyét, melynek külső átmérője 65 mm volt, mélysége 20 mm. Később famaró fejjel nagyoltam, majd 80-as lamellás csiszoló fejjel finomítottam. Végső összeszerelések. 440-es facsavarokkal rögzítettem a motort a deszkán. Motor elkészítése során festó csövet használtam, melynek külső átmérője 6 mm, belső átmérője 4 mm. Ez a dugattyú juttatta vissza a
levegőt melegített hengerbe, hogy könnyebben tudja mozogni a, abban a hengerben a dugattyú. Itt látható az elkészített motor. Sajnos a motor nem működött, viszont próbáltam szemléltetni, hogy hogyan is kellett volna működnie. A projekt elkészítéséhez használt eszközök. Csillag és lapos csavarhúzók több méretben, csőrös fogó, elektronikai kúpos fogó, akkumulátoros fúrógépek, flex és hőlégfúvó. Köszönöm a figyelmet!